Egész nap zenés, táncos fellépések színesítették a kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, valamint az Őszidő Alapítvány hagyományos juniálisát, melyet idén a Béketéri Napfénynappali Központban rendeztek meg. Ebben az évben újdonság volt az a főzőverseny, melyre minden telephely állított csapatot, a gyulaiak mellett elekiek, kétegyháziak és lökösháziak. Egy szóval lehet kifejezni ezt az egészet, a közösségépítés. Próbáljuk megmozgatni az idősöket, úgymond a komfortzónájukból kimozdítani őket, akár a tévé vagy otthonukból, elhívni őket egy ilyen rendezvényre azért, hogy ismét teljesen visszakapcsolódjanak a vérkeringésbe, mint az intézmény életében, mint pedig az, hogy az ő részükre is pozitív lehessen. Az intézményhez tartozó 9 telephelyen még az év elején elkészítettek egy-egy igénylistát, melyre azokat a beszerzendő eszközöket írták fel, melyekre az érintetteknek a legnagyobb szükségük volt. Ezek megvásárlására a gyulai önkormányzat 5 millió forintot biztosított. Ezekben a klubokban számos idős ember látogat be nap mint nap, és azzal, hogy a velük történő közösségi munka, foglalkozások és egyéb tevékenységek minél hatékonyabbak legyenek. Ennek érdekében fejleszteni kellett a rendelkezésünkre álló eszközparkot. Ehhez a fejlesztéshez a felmért igénylista alapján a Gyula Város önkormányzata 5 millió forintot biztosított. Az eszközök beszerzéséhez egy olyan fejlesztő, foglalkoztató munkatársul, melynek nem titkolt célja, hogy a szociális ellátásban részesülők életét színesebbé tegyék, illetve megcélozzanak olyan csoportokat, melyek jelenleg nem tagjai a közösségnek.